Ott jártunkkor szeles időben készült, mint egy tucatnyi DASZ játékos a MOL Akadémián. Olyan szlovák állampolgárságú futballisták, akik a régióban laknak, illetve távolabbi játékosok, akik a járvány kitörésekor Dunaszerdahelyen maradtak. Dostali sme také individuálne plány od trénerov, doma sme trénovali všetci. Pre mňa to bolo dosť ťažké, keďže som bol celý čas doma vlastne zatvorený, sme nemohli normálne trénovať, iba doma tie individuálne plány. Postupne to, keď už hráč trénuje stále doma, tak už to aj unavuje, už by chceli aj s hráčmi trénovať a je to dosť ťažké aj mentálne. Je to určite náročné obdobie, keďže prvýkrát zažívame takéto obdobie, že bez futbalu a zatiaľ trénujeme takto skupinovo, pripravujeme sa na, dúfam, že začiatok ligy, tak dúfam, že to bude čím skorej. A DAC-nál márciusban Szlovákiában elsőként vezettek be online edzésprogramot. Az ifjúsági csapatok játékosainak a feladatok teljesítésében a szülők is sokat segítettek. Miután javult a járványhelyzet, korlátozott módon, testi kontaktus nélkül lehetőség nyílt a csoportos edzésekre. Konzultálva természetesen a szülőkkel, akik abszolút mellette álltak, elkezdtük az ifjúsági csapatok és az idősebb diák csapatok edzéseit. Az ifjúsági csapatok heti háromszor, míg a diákok kétszer edzenek. Szigorúan betartjuk az irányelveket, amit kaptunk úgy a labdarúgó szövetségtől, úgy az egészségügyi minisztériumtól, és most így majdnem két hét után azt mondom, hogy nagyon örülök, hogy elkezdtük ezeket a csoportedzéseket. A fiúk nagyon élvezik, hogy itt tényleg világszínvonal körülmények között edzhetnek, és bizony imádjuk a futballt úgy, mint edzők, úgy a játékosok is, úgyhogy egy óriási erőrelépés nekünk mentálisan az, hogy újra dolgozhatunk, és reméljük, hogy minél előbb visszatérünk a normális kerékvágásba. Németh Krisztián szerint a diákkorosztályok bajnokságait szinte biztos, hogy felfüggesztik. Az ifjúsági korosztályoknál azonban lát egy kis esélyt a folytatásra. Ami a felnőtteket, a Fortuna Ligát illeti, a folytatásról hamarosan döntés várható.